A Donkanyar magyar hőseiről évtizedeken át nem lehetett az igazságnak megfelelően megemlékezni, mondta a vasárnapi újságban Szakály Sándor történész. A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója hangsúlyozta, hogy számos tényező volt, amely miatt hazánk hadviselő féllé vált a II. Világháborúban, de erről évtizedeken át csak egyoldalú, torz történet értelmezéseket lehetett hallani. A magyar második hadsereget 80 évvel ezelőtt a világháború keleti hadszínterén német követelésre vetették be. A szovjet vörös hadsereg támadása 1943. január 12-én indult a magyarok Doni állásai ellen. Több mint 100 000 magyar katona esett el, több ezeren sérültek meg a következő napokban, és ezreket hurcoltak el, tette hozzá Szakály Sándor. A súlyos harcokat vívtak, komoly veszteséget szenvedtek, de úgy tűnik, hogy a szovjet hadvezetés célkitűzését, hogy mennyit nyomuljanak előre, mekkora területet foglalnak, azt sikerült bizonyos értelemben megakadályozni, és én azt gondolom, hogy az a közel 42 000 hősi halott és eltűnt, 28 000 sebesülten hazatért személy, illetve 26 000 hadifogságba került katona, és az úgymond épségben több mint 100 000 visszatért személy mindent megtett azért, hogy a szovjet támadást föltartóztassa, és azt kell mondanom, hogy azok, akik kitartottak végség az állásokban, azok annak köszönhető az, hogy nagyon sokan menekülhettek meg, tehát maradhattak életben, és nem csak magyarok, hanem olaszok, németek is ebben az értelemben.